Sì, ma io ci urgono. Ci mi infino mi lottavon. Non da polo, ma qui non si neva. Boroslanie. Ne. Ince sok szép margarita. Olyan napra süt a diófa arra, olyan, mintha tele lenne sárga virággal. A diófa is. Kézben azok csak a levelei, csak a nap, ahogy rá süt, úgy csillog. Margaréta tenger, gyerekek. Margaréta tenger a kertben. Mindenfelé. Ameddig a szem ellát. Helyenként több, helyenként kevesebb, de rengeteg van. Háj, de szép nap, mentünk lesz ma is. Alszunk ki a hegyre. Ja, itt is. Csupa fehér minden. Meg rózsaszín, meg lila, meg sárga. Hát rég nem láttam ennyi virágot ebbe a kertbe. Hát volt, csak nem figyeltem. Mostanában jobban értékelem a virágokat. Ez a gombozsákok maradványai. Na, tavaly pityókából még egy kiavatott. Tavaly a rogya megütte, úgyhogy nem születeltünk születelni pityókat. Hátul elég nagy a dzsungel. Add valamit, itt a komposzt dombon jöttek ki pityóka. Nem nagyon látok itt, de igen. Nem volt. Egy pityóka, két pityóka. Ja, még ezt lehet ide is ültetni. Vagy faszulka is ki, tud látok. Miért is mennyi sok szép irat. Hogy megyünk fel itt a dombra. Az úton és az út mellett. Mennyi tücsök? Diófa. Itt a kicsi diófa. Menjünk a dombon, de nem menjünk mindig az úton. Hát, ha látunk valami érdekeset. Szép. Ez új diófa, amit ajándékba kaptam. Tibi barátunktól, Aradról, kitől a liliumokat is kaptam. Nem mindenik ért meg, látom kettő, három kivirágzott. Új, de ragyogó. Ja, ez úgy látom, ez nem ért meg. Azt tajnék. Maradek a hegy. Évezem nagyon a tücsök ciripelést, egyáltalán nem zavar. Floridában hasonló volt a béka kuruttyolás. Kivéve amikor egy beüt az ablakot, az akkor zavart. De máskor nem, tavasztól őszig ott első szezonban több ezer milliárd, silliárd béka volt. Idő után olyan megszokod ezt a koncertet, nem zavar. És ugyanez a tücsök ciripeléssel egyáltalán nem zavar. Na, menjünk még egy emeletet. Itt van, nem a dombon megyünk. Hú, mekkora fűsz van, nem ingyen hozzáér a pásztorhoz. Óvatosan kell átnyúlni. Hozzáész, akkor olyan trúg rajtad, mint a ló. A 10 000 volt. Hol volt? Hol nem volt. Ja, amúgy ma nagy vihar volt hajnalban. Hanyadika van ma? Május 26. Igen, csütörtök.
Ja, most sokat nem mászkáltam, csak 3 kilométert. Nagy vihar volt reggelibe. És nagy eső kellett, az eső amúgy most jól felpuhult a föld, olyan volt a föld, mint a beton. Aztán majd kis dolgunk volt Szent Györgyön, Magdi mamával ott voltunk. És délután visszajöttem a tanyára. Ezt azt teszek-veszek, de későn feküdtem le. Este még későn videót vágtam, mire felraktam YouTube-ra, Facebook-ra, mindenhol. Hajnal 1 óra volt, mire lefeküdtem, úgyhogy le vagyok fáradva. Ma olyan nagyjából pihenő nap. Ja, sokat dolgoztunk az elmúlt napokban, hetekben. Kicsi izomlázított van. Ülök a kezeimben sok kalapálástól, meg felszízéstől. Na de nincs baj, jó nézünk ki. Egy kicsit nagy lett a dzsungel. Ezt nem tudom, miért húz le itt. Nézzük, rázik. Ja, mindegy, attól működik. Úgyhogy ma pihenő nap. Ide még nem ültöttünk semmit, ebbe a komposzt halomba. Úgyhogy itt egy kisebb dzsungelítás még kell csinálnunk a dombon. Jó. Oh yeah. Na szóval olyan szarul indult a nap hajnal, nem tudom, 4 vagy 5 órakor. Csak mondta anyu, mert én fel se ébredtem, úgy ki voltam fáradva, lefeküdtem 1 óra körül, 8-ig aludtam. De mesélték anyumék és a szomszédok is, hogy hatalmas vihar volt hajnalban. Na de aztán úgy 10-11 felé már kezdett felderülni. Már egész meleg volt, mikor mentünk Szent Győrre, úgy 11 körül. Ja. Nem gondoltam, nap végére ilyen szépen, szép időnk lesz. Annyi esőt mondtak most májusra, áprilisra is, de alig-alig lett egy-egy kicsi. Elmúlt hetekben majdnem semmi, úgyhogy beton volt a föld. Kellett ez az eső már. Na hát hónap, szép idő lesz péntek, napsütés 24 fok. Működünk itt a tanyán, aztán délután megyek be kézire, estére egy programban. Megyünk a Vigadóba. Valami komédia lesz előadás. Aztán jövök vissza szombaton, és folytassuk a melót. Bár szombattól megint esőzések, egész hétvégére szombat, vasárnap esőt mond. De mindegy, lesz ami lesz. De ez így kellemes. 22-23 fok napsütés. Enyhe szellővel sincs bajom, csak mikor bolondul fúj. Szélmalmot ide a dombra, mit szóltok? Pár jó magas, termelje az energiát, szélerőművet. És egy kicsit roncsák a képet. Csodálatosan be van zöldülve minden, akárhova nézel. Aj, de szép ott, ne, a távoli hegyek. Zoom kamerát üzembe kell állítsam, gyerekek, mert közben nem tudok jó bezumolni. Így 4x, ez így 10x. Na, látni a hegyeket, ott van Kovászna. Hol van az ujjam? Abba irányba. Itt a templom torony mögött, egy kicsit jobbra, még a sípája is látszik ott. Egy helyen, ahol gyirebb ott középen. Na, úgyhogy fasz a kilátás van. Innen, mindenfelé. Csak kéne egy jobb zoom kamera. Csak meg kell vegyem a Samsung S22-s útrat. Ez az S10-es. De egy kis upgrade. Rám fog férni hamarosan. Na ez milyen virág? Valami rózsa, labdarózsa, bazsarózsa. Nem tudom.
Mondjátok meg ti. Magdi mama tudja, mondta minap valami rózsa, de mit tudom én. Ez szépecske. Ezt sem tudom, hogy milyen. Ez is valami lilium, vagy mit tudom én. Hasonló az illata, mint a loncé. A lonc az még nem virágzik. Nagyon szeretem a loncnak az illatát. Páfrány. Ja, ott van a bazsarózsa, ne csak az még... Az még nem csinál semmit. Mi van még? Olyan virágzik. Az áfonyák is virágoznak. A nagy részük. Amely ki nem veszett. Hány ét meg? 2, 4, 6, 7 a 12-ből. Ne. Nem rossz az. Ezek már virágoztak itt. A kaktusz az nem virágzik. Ez agave, azt hiszem. Gyermekláncfű. Arvacska. Ez Kanyó Tibi től kaptuk, Szent Györgyi barátunktól. És ez az aradi Tibi, amit adott a lilium. Sajnos ez az egyét, meg úgy látom, a többi nem nagyon akar kibújni. Lehet azt ki kellett volna alassuk télire a hagymákocsa pincébe tegyük. Na, de nem tudtam. És a rózsák ugye azok se virágoznak még. Hamarosan majd. Június végére, júliusban majd jön, amelyik megét, az nem nagyon ét meg. De a nagy része megét. Ezeket elfelejtettem, hogy hívják. Ezeket a kordlevelűeket. Majdnem a kapuig végig kiütettük. Túlsó felén odáig. Majd elővisszük itt is, hogy legyen itt kétfelű szép virágos, ahogy jövünk be a bejárat két oldalán. Mindenek este 7 óra kézivásárhelyi Vigadóban vagyunk. Kedves nézőink! Köszöntjük Önöket a Vigadó Művelődési Ház Vigadó Art produkcióján. Az előadás alatt fénykép vagy videófelvétel készítése csak az intézmény által engedélyezett személyeknek lehetséges. Na, a héten még ennyit haladtunk. Ide hordtunk egy csomó követ. Végül úgy döntöttem, hogy ki fogom itt betonozni a műhelyt, garást, mert túlfelől a fészer meg a fatároló, ugye az nem kell legyen kibetonozva, az jó van úgy, de itt azért motorbiciklik lesznek, meg satupad, meg mindenféle gépek, itt fogunk dolgozni, ezt jó lenne kibetonozni. Na, mindenféle ilyen maradékkövet összehordtunk ide, egyelőre ez így marad a közepébe, azért nem terítettük szét. Hónap fogunk neki a lábak felállításának, és ugye kell itt a hely, hogy mozogjunk létre, hát lehessen oda rakni, meg ilyesmi. Úgyhogy ha szétterítsük, akkor nem tudunk mozogni. Ugye ez egyelőre így marad, felrakjuk a lábakot, szarufákot, a tetőt, és akkor mielőtt az oldalát becsinálnánk, kicsit ügyesen zsalúval, hát rakunk ide a vidrekhez, ahol a fal lesz. Nincs amiért a vider közepénél kinnebb rakjuk. Rakunk deszkákat, bezsalúzzuk egy kicsit. Ezt elterítsük. Talán egy kis vasat még rakunk rá. És szépen bebetonozzuk. Nem teszünk vastag betont ide, ilyen. Nem kell 10 centisre, 5-6 centis betont. Épp hogy csak a köveket betakarja. Mert olyan nagy terhelés itt nem lesz. Mondom, egy-két motorbicikli, egy-két kaszálógép. Satupad, szerszámok, ennyi. Ezt a limlomot onnan kihányjuk. Úgyhogy hónap fogunk neki a lábakat felállítani. 6 láb kell, hátul alacsonyabbak, elő magasabbak. Ugyanolyan szisztemben, mint ott. Addig nem is pakoltuk itt el, nem csináltunk rendet, mondom minek, hogyha hónap fogunk neki, úgyis szana széthánynánk mindent. Válogassuk ki hónap 6 lábat és a szarufákat. És aztán, ami anyag marad, csak azt fogjuk majd szépen berakni sorba valahova, még nem tudom, hogy hova. De a deszkákból is ugye fel fogjuk dolgozni. A hátsó oldalát bedeszkázzuk ebből a deszkaanyagból, ami lejött innen a rövid oldalról, és a hátsó feléről. Azzal bedeszkázzuk, és aztán, ami marad, azt valahova félre rakjuk.